Az első ütemben, amely 2025. december 31-ig tart, 15 milliárd forintot fordíthat a városa beruházásokra, a közlekedési infrastruktúra modernizálására, a telephelyek rendbetételére, valamint a szolgáltatás minőségének javítására. Ez tartalmaz útépítéseket, felújításokat, járdafejlesztéseket, parkolóépítéseket, de nem csak ezt, hanem arra is figyeltünk, hogy eszközbeszerzések, önkormányzati cégek is szerepeljenek ebbe a programba, így aztán megújult már ennek keretében a Zalamürex Kft. és a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. irodaháza. Parkolórákat szereztünk be, új járműveket szereztünk be az önkormányzati cégeknek, és természetesen ennek keretében valósul meg a Városgazdálkodási Kft. irodaházának a felújítása is. Az 570 négyzetméteres patinás épület felújítása az egyik legnagyobb projektnek számít. Kiépítenek egy csaknem 170 négyzetméteres tetőteret és teraszt. Egyebek mellett az elektromos hálózatot is korszerűsítik. Felújítjuk a földszint részt, és ami nagyon fontos, a pince szintet is kibővítjük, illetve felújítjuk. Így egészében az itt dolgozó embereknek egy jól használható ingatlant biztosítunk, teljesen új vizes blokkok, tárgyalók, irodai funkciók, és ami nagyon fontos, raktározási és eligazító egységeket is építünk a projekt keretében, és ami még fontos volt, hogy a két telephely, a Műleg és a városgazdálkodási KFT telephelyének a gázellátásának a fejlesztését is megoldjuk. Két külön fogadó rendszert építünk ki, így az elszámolási problémák megszűnnek a jövőben. Ezzel a cég dolgozóinak régi vágya teljesül. Az elmúlt években önerőből csak a legfontosabb karbantartást tudták elvégezni. Örülünk annak, hogy a polgármester úr a városvezetése támogatásával ebből a projektből sikerül a központi irodaházunkat megújítani, hiszen ez több mint egy száz éves épület, és már olyan állapotban volt, mint szigetéstechnikailag, technikailag, mint egyébként szerkezetileg, hogy abszolút megújításra szorult. A munkaterületet május elején adták át. A tervezéssel és a kivitelezéssel helyi vállalkozásokat bíztak meg. A terveken látható irodaházat várhatóan 2025 tavaszán adják át.